Jó estét kívánok! 20 éves a Család és Nővédelmi Központ. Ebből az alkalomból születésnapi ünnepséget rendeztek szerdán délelőtt a Várkörúti rendelőben. A mai esti mérlekben a téma az intézmény fennállásának elmúlt két évtizede. Tartsanak velünk! Pezsgőbontás a Várkörúton található házban délelőtt 10:30-kor. Ilyen csak 20 évente egyszer történik rendelési időben. 1998 óta végzi ugyanis tevékenységét a nők szolgálatában a Család és Nővédelmi Központ. Az intézmény elődjének megalapítása Ferenc Péter főorvos nevéhez fűződik. 88-ban a megyei kórház kiírt egy pályázatot, egy főorvosi pályázatot, a Család és Nővédelmi Tanácsadó vezető főorvosának a pályázatát, és én ezt megpályáztam, és én nyertem el az állást, és annak idején teljesen más rendszer volt még, a védőnői szolgálat nem volt ennyire önálló, mint manapság, és az volt a cél, hogy a háziorvosi gondozási tevékenységet, a várandós gondozási tevékenységet, a védőnői tevékenységet, a gyermekgyógyászati tevékenységet és a szülészet nőgyógyászati tevékenységet, várandós gondozást hangoljuk össze az egész városban, és ezt meg is tettük. Nem itt volt annak idején még ez a szolgálat, hanem talán a régiek még emlékeznek rá, a belvárosban, a belváros közepén, a püspök itt a balotával szemben fönn az emeleten volt két nőgyógyászati rendelő. És akkor már volt egy olyan gondolat, hogy ki kéne bővíteni a szolgáltatást, tehát a várandós gondozást az egyéb tevékenységekkel kell kibővíteni, tehát a meddőségi tanácsadást, vagy meddőség gondozást, a férfiakkal való foglalkozást, az andrológiai szolgáltatást hozzátenni, terhes tornával és egyéb tevékenységekkel is, és akkor már látszott, hogy oda nem férünk be. És akkor készült egy szakmai program, és ezt a szakmai programot én annak idején az akkori vezető pártnak a megyei vezetőjével, Barcos Kárnéval, én ezt megbeszéltem, elvittem hozzá ezt az anyagot, és kértem a támogatását, és egy egyértelmű pozitív támogatást kaptunk, és itt volt egy olyan iroda, amit föl tudtak szabadítani ebből az épületből, és akkor megkaptuk ezt az épületet gyakorlatilag ennek a feladatnak az ellátására. És akkor indult el tulajdonképpen ez a szolgáltatás. Az intézmény vezetését ezt követően ifjabb Nagy László vette át, miután 1992-ben elődje megyei tiszti főorvosi kinevezést kapott. 1998 óta a Család és Nővédelmi Központ a város szülészetnőgyógyászati és ultrahangdiagnosztikai szakrendelője. Az intézményben 7 nőgyógyász szakorvos és 9 szakasszisztens dolgozik nap mint nap azért, hogy színvonalas egészségügyi ellátást nyújtson a betegeknek. Havonta több százan vehetik igénybe folyamatosan a legkülönfélébb szolgáltatásokat. Nagy László az intézmény vezetője úgy fogalmazott, a kórháztól való leválás óta nagy arányú fejlesztéseket hajtottak végre. Az épület eléggé leromlott lett az átvétel idejére. A kórháznak nem volt rá kerete finanszírozása, hogy érdemben valamit kezdjen vele. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor mi léptünk ebbe, az a lehetőség is benne volt, hogy a kórház egyszerűen ezt megszünteti, egy düledező ingatlan a város tulajdonába kerül valamilyen célra, és ő a rendeléseit visszavonja a saját falaim belőle. És hát nagyon sok szakmai érv szólt amellett, hogy a belvárosban roppant könnyen megközelíthető helyen legyen egy nívós szolgáltatás nyújtó intézmény. Ebben a város partner volt, nekiálltunk, csináltuk. Igaz, hogy nincsenek gumiból az épület falai, de próbáltunk racionalizálni, bevezettük délutános rendeléseket, előjegyzések, azok nagyon régen vannak már, hogy tervezhetőbbé váljon a munkánk, és ezzel tulajdonképpen csúcsban 67 ezer volt a intézmény látogatottsága. Most elmondhatom, hogy a 17-es adataink körülbelül 12%-kal magasabbak már, mint a 16-osak, tehát ismét térünk vissza a normális kerékvágásba. Mi tulajdonképpen a konkrét ellátásra fókuszálunk, tehát van egy egyre jobban felfutó nőgyógyászati szűrővizsgálati program, ugye mindig napirendre is kerül a szűrőnapokba,
azok számára, akik máskor nem tudnak eljönni, vagy nagyon régen voltak, de a mindennapokban is rendkívül sok. Tehát azért azt hadd mondjam el, hogy az elmúlt 10 évben a nőgyógyászati rákszűrések száma durván megduplázódott a forgalmon belül a korábbi értékekhez képest, és ez örvendetes, mert nagyon örülünk annak az egészségtudatosságnak, hogy a nők fontosnak tartják, hogy évente, 2 évente eljöjjenek nőgyógyászhoz. Nyilván ezen kívül végzünk terhes gondozást, gyakorlatilag teljes körben végezzük a terhesség alatti diagnosztikát, ami ugye hát a fejlődésrendellenességek korai kimutatását célozza elsősorban, tehát elsők között voltunk az országban, akik a, hát most már Ceizel Intézet névre keresztelődött az a partnercégünk, akivel a Dankor szűréseket végezzük. Ez már több mint 10 éve. 11 éve zajlik ebben a házban. 1-2 éve kiegészítettük ezt azzal a valóban világszínvonalú magzati DNS vizsgálatot lehetővé tevő anyai vérből készülő, tehát abszolút problémamentes és kockázatmentes beavatkozással, amelyből a korábban kiszűrt eseteknél akár a végső diagnózisig el lehet jutni. Ezeket sajnos ma a TB nem finanszírozza, tehát ezeknek van egy kezdeti szinten még egy alacsonyabb, később az egyre magasabbra növő ára, de igyekszünk mindig olyan partnerekkel szerződni, akik a színvonal megtartása mellett, hiszen itt svájci-német technikákról van szó, is a legkedvezőbb árat tudják számunkra, illetve nem számunkra, a betegeink számára biztosítani. Tehát elmondhatom azt, hogy itt tényleg, ami ma Magyarországon elérhető, kulturált és 21. század színvonalú diagnosztika, abban mi tudunk segítséget nyújtani a kismamáknak. Elég fejlettnek mondhatom azt a oldalunkat, ami sajnos egyre több embert érint, a úgynevezett terméketlen házaspár fogalma, és ennek nyilván van egy, hogy mondjam, felső vége, amikor már csak a lombik segít, de odáig rendkívül sok olyan lépcsőfok van, ahol hatékonyan lehet segíteni. Ennek a kivizsgálásában és hát a egyszerűbb esetek kezelésében, ami az egyszerűbb eset az összes esetnek a 80%-át is kiteheti azért, ebben sokat tudunk tenni a párokért, sőt meg kell mondanom, hogy akikkel kapcsolatban vagyunk nagy IVF centrumokkal, ők is elégedettek, mert jól kivizsgálvan érkeznek hozzájuk a betegek, tehát ők már nyugodtabban és hatékonyabban tudnak nekiállni a tényleges kezelésnek. Kezeljük a nőgyógyászati betegeket, és hát ezen kívül természetesen van a klasszikus, nevezzük belgyógyászati típusú ultrahangdiagnosztikának, ami most is egy stabil orvosháttér ígérkezik most, és valóban megszűntek a nagy várakozási idők, tehát pillanatnyilag mi most már 1 hónapon belüli előjegyzéssel tudunk itt dolgozni, ami hát városi csúcs mindenképpen, ha a kórházzal hasonlítom össze, de azt hiszem, hogy az országban is, ha csak a médiának a híradásait nézzük, akkor egy elismerésre méltó eredmény és jó színvonalon. Amit nem győzök kiemelni, az a város segítsége volt abban, hogy mindezek mögé oda tette azt a nevezzük hardvert, azt a műszerparkot, azokat a forrásokat, aminek révén ezt meg tudtuk valósítani, de hát természetesen kell az ember, aki ugyanezt a technikát működteti, és ezzel eléri a eredményeket. Az Önkormányzat Humán Szolgáltató Intézete által működtetett várkörúti rendelő a terhes gondozás, a nőgyógyászati szakellátás és az ultrahangdiagnosztika folyamatosan fejlődő városi centruma. Az évek során azonban több nehézség is adódott a fenntartást illetően, melyeket ez idáig mindig sikerült megoldani. Heti 105 óra nőgyógyászati szakrendelés, heti 30 óra nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika, és szintén heti 30 óra belgyógyászati ultrahangdiagnosztika. Politikai szakorvosi órákat vettünk át akkor a megyei önkormányzattól, és azóta is üzemeltetjük, működtetjük. 2007-ben tesszük mi gazdasági szempontból a legnehezebb évet a Család és Nővédelmi Központ vezetőjével, mivel ez volt az az év, amikor a teljesítmény volumen korlát bevezetése miatt konkrétan a szakellátás finanszírozás szempontjából olyan nehéz helyzetbe volt, amikor valóban korszerű megoldásokon kellett gondolkodnunk, hogy hogyan lehet
megújítani, és ugyanakkor a szakmai színvonalat megtartani ezeken a rendeléseken. 2011-től nagyon jó hátteret, keretet adott ehhez a fenntartó önkormányzat intézkedése az egészségfejlesztési terv megalkotásával, amivel így a szombati évi 2-3 alkalommal a szombati napokon meg tudtuk nyitni a szűrés iránt érdeklődő nők számára a szakellátás kapuit is. 2013-ban pedig ugye a fenntartóváltás lehetősége felmerült, de szerencsére ott már a korábbi évek tapasztalata alapján a fenntartó önkormányzat már 2013. februárjában döntött arról, hogy önkormányzati fenntartásban fogjuk tovább működtetni az intézményt. Évi 50 ezer beteget fogadnak itt az épület falai között. Én bízom benne, hogy ugyanezt a színvonalat sikerül megtartani, ami nyilván nem lesz könnyű a mai egészségügyben tapasztalható szakember hiány miatt, de én itt a születésnapot is megragadtam az alkalmat, és megköszöntem az ő kitartásukat, szakmai elkötelezettségüket, hogy ezt továbbra is meg tudták tartani, és remélem ezt még fogják is tudni tartani a betegek érdekében. A város önkormányzata egy régi városi látképmetszettel és egy emléklappal ajándékozta meg az intézményt. Breyer Éva alpolgármester azt a személyes emléket idézte fel, amikor 1998-ban kismamaként először lépte át az épület kapuját. Én még nem képviselőként, hanem várandós mamaként 1998-ban léptem be először ennek a háznak az ajtaján, amikor az első gyermekemet vártam, úgyhogy nekem ez volt az első találkozás ezzel a házzal. Aztán jártam itt prevenciós céllal, Isten nyugosztalja Kovács doktornál, aki nagyon jó diagnoszta volt, és hát vannak azért számosan, akik ennek a 20 évnek a részesei voltak, és ma nem ünnepelhetnek itt velünk, és azt gondolom, hogy ilyenkor ezért egy másodpercre érdemes megállni, és főhajtást tenni, mert az a közösség, ami ennek a 20 évnek a része volt, rengeteget tett azért, hogy ez a ház életben is maradhatott. Itt nagyon sok minden elhangzott az elmúlt évekről, ugye az egészségügy ez mindig egy nagyon bonyolult rendszerű, főleg pénzügyileg téma, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tisztességes lépés volt, hogy a város felvállalta minden olyan pontnál ezt, akár amikor pénzügyileg remegett egy kicsit meg a ház alapjainak a téglája, vagy akár most nem olyan régen, amikor fölmerült egy pillanatra ugyan, hogy esetleg az állam elviszi ezt a funkciót, és akkor a jelenlegi testület úgy döntött, hogy nekünk ez kell, és azt gondolom, hogy büszke is lehet a város, hiszen az elmúlt években nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, komoly pénzügyi költségvetéssel, támogatással annak érdekében, hogy ez az egészségügyi eszközgéppark, ami ma itt rendelkezésére áll az édesanyáknak, az idelátogatóknak, az a lehető legmodernebb legyen. És hát látszik is ebből a magas látogatószámból a létjogosultsága, hogy ezt nem csak egy fenntartói oldal gondolta így ennek a létjogosultságát, hanem bizonyítandó, hogy milyen hihetetlen nagy szükség van rá. Az ünnepségen Östor Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok mondott pohárköszöntőt, aki egyben köszönetet mondott a székesfehérvári egészségfejlesztési programban tanúsított együttműködésért is. Az első közös munkánk volt annak idején a HPV elleni védőoltás bevezetése. Ez egy nagyon nagy újdonság volt, egy Nobel-díjas találmányra találtunk rá, és a Humán Szolgáltató Intézet volt az, aki ennek az elosztását felvállalta, és ez egy nagyon sikeres dolog volt, hiszen ez példát adott a többi városnak is. A következő stációnk az 2011 volt, az egészségfejlesztés terv meghirdetése, ami tulajdonképpen egy kicsit furcsa volt, hiszen nem sok város rendelkezett ilyennel, és nem sok városban működik, még a mai napig sem ilyen egészségprogram. És ennek a tervnek volt a leges-leges programja a Család és Nővédelmi Központban tartott nőgyógyászati szűrővizsgálat.
azóta is ebben az intézetben ezeket a vizsgálatokat folytatjuk, mint a család része, ide várjuk a férfiakat is, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy annak idején ők ezt így felvállalták, szívvel, lélekkel dolgoznak ezen a programon azóta is. Nagyon sokan jönnek oda hozzám, és kérnek meg, hogy adjam át az üdvözletet és a köszönetet, hogy ők ezt szombatonként vállalják és csinálják azóta is. Az egészségfejlesztés, a prevenció az nem egy azonnali látványos eredményeket hozó műfaj, de most már 2011 óta el tudjuk mondani azt, hogy Székesfehérvár statisztikái a méhnyakrák előfordulásában pont a szűrővizsgálatoknak, az oltásnak köszönhetően jelentősen jobbak, mint az országos átlag. Én azt remélem, hogy ez a munka így fog folytatódni, és hogy vidámabb dologról is beszéljünk. Én nagyon szeretném azt, hogyha a székesfehérvári családok kedvet kapnának ahhoz, hogy még kisbabákat vállaljanak, hiszen az igazi öröm az, amikor egy-egy fényképpen jelennek meg itt a Család és Nővédelmi Központban. Mindig figyelünk az eszközfejlesztésre, hogyha valami elavult felújításra szorul, új berendezésre van szükség, akkor ezt a város mindig beszerzi. A jövőben folytatódnak a fejlesztések a Várkörúti rendelőben. A tervek szerint néhány éven belül kívülbelül megújul az épület a magas színvonalú szolgáltatások megtartása mellett. Ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!